Jó estét kívánok! Azt gondoltam, hogy itt ezen a helyen első szóként köszöntésgyanánt elég ez a szép magyar mondat, de nem tehetem meg, hogy ne folytassam. Azért, mert sok ismerős arcot látok, és mert úgy gondolom, hogy a téma megengedi, hogy a szívből jövő szó ne csak az elkötelezés szava legyen, hanem a hitbeli megfontolás szava is. Ezért folytatom a jó estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus, áldás, békesség, erős vár a mi Istenünk. Tisztelt hallgatók, kedves jelenlévők, meglepett Németh Szilárd kommunikációs vezetőnek a megkeresése, hogy egy alkalommal lehetőséget kapok arra, hogy egy általam választott témából előadást tartsak a díszes kőszegi polgárság jelenlétében. Amikor kiderült, hogy a lehetséges időpontok közül október az, ami nekem is és a szervezőknek is leginkább megfelelő, magától adódott a kérdés, illetve a téma, hogy valamilyen módon a reformációval kapcsolatban kellene megszólalnom, hiszen ahogy rádióban, televízióban, ezekben a napokban sokszor lehet hallani, október a reformáció hónapja. S ráadásul néhány nap múlva itt lesz október 31-e, a reformáció emlékünnepének a napja. Egy nyugalmazott evangélikus püspöktől talán senki nem veszi rossz néven, hogy ezt alkalmul látja arra, hogy a reformációról beszéljen, bizonyos értelemben véve hitvallást tegyen. A másik bevezető gondolatom az az, hogy először meglepődtem ezen a szervezési módon, vagy sorozatcímen, tudomány a kocsmában. És az embernek óhatatlanul eszébe jut, hogy kerül a csizma az asztalra. Lehet, hogy más témák kapcsán a csizmák az asztalra kerültek, de hogy a reformáció kapcsán nem, az egészen biztos, hiszen ez történeti tény, hogy Luther Magyarországra hozott iratait legelőször a soproni meg kőszegi borkimérésekben olvasták. Képzeljük magunkat egy ilyen szituációban, 1517-18 vagy fordulóján, vagy 18-19 fordulóján összedugjuk a fejünket, mit is írt ez a Márton. Mindenféle dolgokat írt. A harmadik, amit még mindig bevezetésül kell elmondanom, az az, hogy a cím nem véletlenül hangzik így, hogy súlypontjai. Mert ebből legalábbis az következik, hogy nagyon szelektálni kellett, és csak a legfontosabbat emelhetem ki, mert valóban többnapos téma lenne a reformáció, luteri reformáció lényeges elemeiről alaposan beszélni. Ezért néhány olyan alaptételt, olyan súlypontot választottam ki, amely sajátosan luteri nézőpontot jelent. Általában szokták a reformációt egyfajta olvasztó tégelynek gondolni, hogy mindenki beleöntötte a magáét, aztán abból lett valami. Én elkötelezett evangélikusként hangsúlyozom, hogy a luteri teológia, ha bele is kerül kívülről nézők számára ebbe a nagy hordóba, a nagy hordóban is kikristályosodva egyedül marad, vagy maga marad. Mert mindkét irányban Luther egészen sajátos módon fogalmazza meg a felismeréseit, tanítását, elkötelezett mondatait. És még mindig bevezetés a maga a szó, a reformáció. De itt már tovább is lépünk, hiszen néhány szót fogok arról mondani, hogy kik hogyan vélekednek a reformációról, mert ez sem egészen magától értődő. Talán jobb lenne
közelebb vinne gondolatban a megoldáshoz, ha nyelvileg nem is helyes, a re után kötőjelet tennénk. Reformáció. Vagyis a reformáció eredeti szándéka szerint, eredeti célkitűzése szerint nem egy vonal utáni, üres lapon való sorozat kezdete, hanem visszakapcsolódás, ahogy szép magyar kifejezéssel mondjuk, a tiszta forráshoz, az apostoli tanításhoz, az őskeresztjének által továbbadott nemzedékről nemzedékre őrzött és továbbadott üzenethez. Luther egy pillanatra sem adta fel, de más reformátorok sem, ez igaz, hogy ő nem újat, soha nem látottat tanít és helyez le a közösség asztalára, hanem továbbadja azt, amiről őt meggyőzte Isten, amely nem más, mint az első keresztény generációkra hagyományozott jézusi üzenetnek a konkrét helyzetben való továbbadása, megfogalmazása. Nézzünk néhány példát, hogy kik is hogyan vélekednek a reformációról. Itt három olyan idézet szerepel, amiket nem fogok végig olvasni, esetleg közben tudják figyelni a szavakat, de a lényeget kiemelem belőle. Már is előre jelzem, hogy bocsánat, hogy itt állok, de nem tudok beljebb menni, az már túl messze lenne ott nekem. Tehát az első és fontos megjegyzésem az, hogy mindegyikben van valami részigazság, de a lényeg mindegyikből hiányzik. Az első, bárki megkeresheti a Wikipédián, tulajdonképpen egyfajta vallásos reakciónak értelmezi a reformációt. Most a reakció nem abban a mai használatos értelmében hangzik itt el, hanem mondjuk így inkább a fizikai folyamat értelmében, hogy valamire visszahat, és egyfajta kritikai magatartás lenne egyedül, és főleg, és kizárólag a reformáció. Van ebben igazság, de a lényeg hiányzik belőle. A másik idézet kifejezetten olyan, amit evangélikusként, vagy a reformációhoz tartozóként azt mondhatnánk, hogy ellenséges gondolat. Hiszen azt mondja, hogy a reformáció az nem volt tulajdonképpen más, mint forradalom, felforgatás, mert Luther össze-vissza a hamisságokat, kihagytam az idézetből, de elhangzik ott, vagy le van írva, hazugságokat beszélt és tanított, és olyasmit is a szájába ad Luthernek, ami egyáltalán nem felel meg az igazságnak. Reakció? Lázítás? Felforgatás? Forradalom? Aztán ott van egy szakembernek az álláspontja, a ferences rendi szerzetes nagy egyháztörténész Szántó Konrádnak a véleménye, aki említi ezt a kritikai elemét a reformációnak, de azért jelzi, hogy nem látja ő sem egészen alaptalannak Luther megszólalását, hiszen valóban igaz az, hogy az akkori egyház legmagasabb fórumai, a szentszék, a pápai hatalom ellene volt a már korábban sokszor alulról megfogalmazódó megváltoztatási, megújítási kezdeményezéseknek. Szántó Konrád szerint valójában ez áll ott a háttérben. Ide tettem egy képet, amelyet talán nem csak a reformáció egyházaihoz tartozók tudnak beazonosítani. Ez az a bizonyos elképzelt jelenet egy romantikus képen, amikor Luther kiszögezi 1517. október 31-én azt a bizonyos 95 tételét, amellyel a nyilvánosság elé lépett. Ha most nem egy estén, egy órám lenne arra, hogy beszéljünk, itt most külön elmondanék sok-sok dolgot ezzel kapcsolatban, igaz volt-e, nem volt-e igaz, tényleg akkor kezdődött a reformáció,
hova is tűzte, ki tűzte, egyetemi hirdetőlapra, stb. A lényeg az, hogy a közvélekedés vagy a közvélemény azért elfogadja ezt a némelyek szerint legendárisnak tartott eseményt, a reformáció indulás tartlövésének, 1517. október 31. Luther Márton, az ágostonrendi szerzetes, országvilág elé lép a búcsú cédulák árusítása felett mondott első rangon ezt célzó ítéletével és véleményével. Most néhány pozitív dolgot is szeretnék elmondani. Mi volt a reformáció, és nem véletlenül tettem azt a voltot zárójelbe, erre majd azért magyarázatot adok. Az első képhez azért egy kis információ, de ahhoz, hogy jól értsük, ahhoz az alul látható szürke képet kell inkább szemügyre vennünk. Arról van ugyanis szó, hogy a 100 választó fejedelemnek ajánlotta Luther Dániel proféta könyvének a fordítását, és a választó fejedelem hálából Luthernek egy arany pecsétgyűrűt készítetett. És hogy mit ábrázoljon ez a pecsétgyűrű, azt Luther fogalmazta meg. Így keletkezett nem csak Luther pecsétnyomója, hanem így keletkezett a Lutheránus Zimmer, a Luther rózsa. Ezt nevezzük annyi különbséggel, hogy a Bóra Katalin által kőbe vésetett formájába bekerül ez a bizonyos öt betű, vivit, de ez nem azt jelenti, hogy latinul azt jelenti, hogy él, de Bóra Katalin, Luther felesége nem arra gondolt, hogy Luther élt, él és élni fog, hanem azt jelenti, hogy aki meghalt, keresztre feszített, az feltámadott és él. Jézus Krisztusról tanúskodik. Na most nézzük ezek után, hogy mit tudunk pozitívumot mondani. Tény az, hogy sokan sokféleképpen értékelik, emelik ki a reformáció jelentőségét. Vannak, akik a gazdasági hatásait, kulturális, politikai hatásait. Itt most nem megyünk végig mindegyiken, de egyik másikra szeretnék azért külön információt mondani. Itt van a kulturális hatás, hogy más ne mondjunk, az anyanyelvű prédikáció, a szentírás anyanyelvre fordítása. Mindenhol, ahol a reformáció hatására ez a 16. század első felében megtörtént, alapvető jelentőségű nem csak az anyanyelv tudatosítása és szépítése ügyében, hanem kulturális színvonal emelése érdekében is, és ezért olyan fontosak a reformáció iskolái, minél többen tanuljanak meg olvasni, kézbe adott Biblia, így tovább. Vitathatatlan, hogy építészetre, képzőművészetre, irodalomra számos hatása volt a reformációnak. A politikait most elhagyom, mert ott elég komoly, messze vezető és messze verő hullámokról is kellene beszélni. Császárok és reformáció hívei küzdelméről, és bizonyos békekötésekről, kiegyezésekről és újabb háborúkról. De a gazdaságiról két-három szót mondanék. Bizonyára nem mindenkinek új, de van, akinek talán új lehet, hogy egy bizonyos Max Weber nevű gazdász 1905-ben jelentette meg azt a könyvét, aminek ez a címe, a reformáció, hogy ne tévedjek, bocsánat, a protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. És valóban sok közgazdász egyetért azzal, hogy a kapitalista gazdaság 16. századi kialakulásában bizony nagy hatása volt, alapvető meghatározó hatása volt a reformációnak. Többek között a hétköznapi tevékenység megbecsülésével. De rögtön jelzem, hogy Luther ezzel nem engedte, vagy nem akarta kiengedni a szellemet a palackból. Ő például már 1530-ban nyilvános vitába keveredett egy bizonyos Johannes Eckel, ingolstadti professzorral, hitvitázó valakivel, volt is, meg lesz is még vitája, de konkrétan
az uzsora és kamat kérdésében. Eck helyén valónak tartotta a kamatot. Luther akkor még egyértelműen azt mondta, hogy semmit nem lehet a kölcsönadónak attól követelni, akit kisegített, mert neki van valamivel, hiszen ez keresztény felebaráti kötelezettség. Igaz ugyan, hogy Luther halála előtt egy évvel 1545-ben megírta az uzsoráról szóló könyvét, amelyikben már azért engedményeket tesz, és tud ilyesmiről, mint felmerülő kár és elmaradó haszon. Tehát sok minden hatása volt a reformációnak, itt most vázlatosan érintettük ezeket. De ha most ránézünk a valóságra, hogy mi volt igazából a reformáció lényege, most szeretnék visszautalni a kezdőképre. A cím mellett ott volt egy kép, ahol Luther portréja egyre élesebben látszódik 2017-es évszám mellett. Sajnos nekem úgy tűnik, hogy a kép az a mai gondolkodásban fordítva játszódik. Egyre halványabb lesz. És egyre kevésbé tudjuk azt mondani, hogy ez Luther, ez nem Luther, ez Luther, ez nem Luther. Sajnos még evangélikus közvéleményben is. Ezért látom rendkívül fontosnak, hogy a reformáció egyházai és jelesül a luteri evangélikus egyház erőteljesen tanúskodjék arról, hogy a reformációnak ugyanis volt gazdasági hatása, de nem gazdasági mozgalom volt. Volt kulturális hatása, de nem kulturális mozgalom volt. Volt politikai hatása, de szó sincs arról, hogy bármilyen politikai szándékkal indított mozgalom lett volna. A reformáció egyetlen kérdésben összefoglalva valójában az Isten kérdés körül forog. Kicsoda Isten? Kicsoda az, akit így szólítunk meg? Mennyire kell félni tőle, hogyan ítél, milyen módon mér, és így tovább. És tulajdonképpen Luther személyes tapasztalata volt ez, ő ezt értette meg, és így lett reformátorrá, hogy az az Isten, aki ről ő eddig úgy gondolkodott, hogy őt a szerencsétlen bűnös embert, mint egy férget el fogja passzírozni. És semmi nem marad belőle, és joggal kárhozatra és ítéletre veti, hiszen én bűnös ember vagyok, ismerte fel Luther magáról is. És amikor megértette a Szentírásból, hogy ez az Isten nem haragvó, felséges úr csak, hanem mennyei atya, ekkor felszabadult a nyomasztó, félelmetes hatás alól, és ő maga mondja így, mintha a paradicsomba léptem volna, megértettem, hogy Jézus Krisztusért, a keresztre feszítettért van bűnbocsánat a bűnös ember számára, és az igaz ember hitből él. Vagyis a reformáció megtérés történet és hit történet, és ma is az. Itt inkább utalni szeretnék arra, hogy Luther ágostonos szerzetesként Lukács Cranach által készített részkart, színezett részkart, a másik oldalon pedig az erfurti ágostonos kolostornak a kerengője, ahol tudjuk, hogy Luther naponta jár többször a szerzetes társaival a Zsolozsmár óráira, és mindig újra és újra átélte az Istentől való félelemnek ezt az érzését, mert tudta, hogy ő bűnös emberként hogyan is léphetne Isten szín elé. És ez volt az ő gyötrő kérdése, talán németül értők többségben vannak itt. Luther így fogalmazott, hogy wie kriege ich einen gnädigen Gott? Hogyan lelem meg a kegyelmes Istent? És meglelte, mert az a bizonyos szentírási bibliai mondat, az igaz ember hitből él, hadd használjam én ezt a képet, nem Luther használja, az volt az arany kulcs Luther számára a mennyország kapujához. És megértette, hogy valóban Isten kegyelmes mennyei atya.
Luther megértette azt is, hogy az az egyház, amelyik nem beszél a kegyelmes Istenről, hanem pénzért árulja a bűnbocsátó cédulát, az nem lehet Isten akarata szerint tanító egyház. És ezért fogalmaz olyan határozottan az 1517-ben írt a 95. tétel egyik tételéhez, a 89-es magyarázatához, hogy a reformáció az egyház megújulásának az ügye, megtisztulásának az ügye, az nem egy emberé, nem az enyém, nem a pápáké, nem a zsinaté, hanem maga Istené. És innen érthető az, hogy Luther miért volt hajthatatlan. Sem mágiával, sem birodalmi átokkal, sem semmi más módon nem tudták őt eltéríteni a felismert igazságról, mert a saját szíve tanúskodott amellett, hogy Isten feltárta előtte a Biblia üzenetének a lényegét, van bűnbocsánat a hívő ember számára. Hogy Luthernek ez a jelentős felismerése évszázadokig ugyan, mondjuk így enyhén szólva sokak részéről kritika tárgyát képezte, vagy képzi ma is, azoknak figyelmeztetésül és talán segítségül szeretnék két nagyon jelentős katolikus professzortól idézni itt mondatot, és engedjék meg, hogy ezt felolvassam, mert ez nem szeretnék egy szót se kihagyni belőle. Ez a bizonyos Péter Mainzi római katolikus professzor 1983-ban Luther születésének 500. évfordulóján írja ezt. Olyan sokat tanultam és kaptam Luthertől, hogy őt hitben atyámnak, Vater im Glauben kell neveznem. Mondja egy 20. századi római katolikus professzor. Vagy ott a másik szintén római katolikus dogmatikus Münchenből fundamentál teológus Péter Neuner. Itt a második felét olvasom, csak az elsőre még később más összefüggésben visszatérek. Katolikusként is kijelenthetünk legalább annyit, Luther segített bennünket abban, hogy a Krisztusról szóló üzenettel új módon szembesüljünk. Annyi biztos, hogy Luther Márton a keresztény hagyomány kiemelkedő tanúja, és mint ilyen szemét a katolikusok is elfogadhatják. Mondja nem a nyugdíjas evangélikus püspök, hanem mondja Péter Neuner, müncheni fundamentál teológus. Azoknak, akiknek nem ismerős, erről a szimbólumról annyit szeretnék mondani, ez az ökumenikus mozgalomnak a szimbóluma, görögül van föléje írva, hogy oikumené, és ott az egyház hajója, ahol minden Krisztus hívőnek helye és biztos támasza van. Nézzük, hogy mik lehetnek a lutheri teológiának azok az alapelemei vagy súlypontjai, amelyekre érdemes odafigyelni. Itt az illusztrációk túlnyomó többségben Lukas Cranach, az idősebb Lukas Cranach műhelyéből kerülnek ki. Ezt az arcképet 1532-ben készítette. Lukas Cranach, wittenbergi polgármester, patikus, mondjuk így, hogy kulturális vezetője Wittenbergnek és a reformációnak elkötelezett híve volt. Nagyon fontos azt a lutheri reformációval kapcsolatban leszögezni, hogy Luther nem úgy jutott el a reformátor felismerésre, hogy mint a jó skolasztikus teológus beült a cellájába, feldobta a témát és elkezdett rajta gondolkodni. És eljutott valami következtetése. Luther számára élet-halál kérdés volt. Az ítélet és megmaradás. Az ítélet és bűnbocsánat kérdése. És ő ezt nem a saját szívében tartott lelki gyakorlatból értette meg. Egyértelműen beszél arról, hogy amikor Róma 1.16-ot megértettem, 16-17-et megértettem, akkor értettem meg, hogy Jézus Krisztusban való hitáltal van üdvösség. Az igaz ember hitből él. És mivel ez számára olyan elementáris erő volt,
Az, hogy ahhoz hasonlítsam, hogy egy rabszolgáról levágják a láncot, és szabaduló levelet kap, a semmi ahhoz képest, amit ez a szerencsétlen, a haragvó, Istentől rettegő szerzetes átélt a szabadulás óráján, a fellélegzés, az élet és az üdvösség ígéretének a levegőjét vette. Küzdelemben és harcban született teológia, a luteri teológia, nem elmélet pusztán, nem skolasztikus bölcselkedés. Rögtön hozzá kell tennem, sokan ezt Luthernek a szemére is vetik, hogy ő neki nincsen olyan egybefoglalt hittani, tanítás, kötet gyűjteménye, amilyen például Aquinói Tamásnak volt, vagy a reformátorok között esetleg éppen Calvin Jánosnak. Nem volt. Luther mindig a konkrét helyzetben tanított, konkrét helyzetben prédikált, konkrét helyzetben fejtetteti teológiai üzenetét a felismeréseinek, bármiről is volt szó. Tény, Luthernek nincs úgy 10 kötete, hogy ez a luteri dogmatika, ez a luteri tanítás. De van több mint 300 kötete, hogy ezek a luteri levelek, ezek a biblia magyarázatok, ezek az értekezések, ezek a periratok, ezek is így tovább, így tovább. Nem azért, mert nem írt, sokkal többet írt, mint az előbb említettek, csak éppen nem írt egy dogmatikai sorozatot. Éppen azért, mert küzdelem és harc volt a luteri reformáció lényege. Először a képről annyit mondanék el, hogy ez a kép a budapesti Városligeti fasorban az evangélikus templom melletti téren, ma már így nevezik Reformáció Parkban áll. Ez a reformáció emlékmű, amely Lestján Goda János kortárs magyar szobrásnak az alkotása, 2008-ban reformációi emlékmű. Kicsit furcsának tűnik először, 4 oszlop, de rögtön ott van mellette az a néhány mondat, hogy a luteri reformációnak, a luteri teológia súlypontjainak az összefoglalása az a bizonyos 4 solus. Solus Christus, sola gratia, kegyelem, sola fide, hit, sola scriptura, szentírás. A solus, sola, latin jelző, azt jelenti, hogy kizárólag, csak, egyedül. És aki solus mond, az nem mondhat mellette mást. A solushoz nem lehet azt mondani, hogy solus és. Csak solus. Semmi más. Egyedül Krisztus, egyedül kegyelem, egyedül hit, és egyedül a Szentírás. És nem véletlenül van kiemelve a solus Christus. Ugyanis nagyon fontos tudnunk azt, hogy valójában mi 4 solusról beszélünk, de igazából 1 solus van. A solus Christus. Egyedül Krisztus. Egy német katekizmus így fogalmazza ezt, hogy a másik 3-nak csak az a funkciója, hogy ezt értelmezze és megérteni segítse. Miért mondhatjuk azt, hogy egyedül Krisztus? És rögtön hozzá kell tennem, kedves hallgatóim, ez genuin luteri teológia. Mert mind a római katolikus egyházban, mind igen, bizonyos értelemben a református egyházban és más reformátorinak tartott egyházakban is valami oda kerül. Vagy másképp értelmeződik. Ez a solus Christus, egyedül Krisztus, senki más, a luteri teológia sajátja. Tulajdonképpen ezt a furcsaságot, ha annak lehet gondolni, már maga ez a szobor, vagy ez az emlékmű is ábrázolja, innen ugyan nem látszik, de ott, ahol simák a szallagszerűen van kifaragva az oszlop, oda föl van írva a 4 solus. És a 4 oszlop pillér közül az egyik magasabb. Mi van ráírva? A solus Christus. Mert a képzőművész is tudta,
hogy ez a lényeg. A másik három, nem azt mondom, hogy csak ott van mellette, de csak ott van mellette. Azért, hogy ez még egyértelműbb és világosabb legyen. Tulajdonképpen még majd vissza fogunk térni későbbiekben erre, az egyedül Krisztus hit üdvözít. Ezért nem mondhatjuk azt, hogy higgy, amiben akarsz, és majd a magad útján megtalálod a hegycsúcsot. Elkötelezett keresztényként, ezen belül elkötelezett evangélikusként egyedül arról beszélhetünk, hogy ki az út, az igazság és az élet. És ez egyedül a megfeszített és feltámadott Jézus. Ne várja el tőlünk senki. Senki ne várja el, hogy mi elkezdünk majd valami filozófiai vagy bölcselkedő gondolatot azt mondani. Igen, persze, Krisztus, de a lélek mélyén, a misztika, vagy távol-keleten a filozófia, pörgessük eléggé az imamalmot Tibet havas hegyei között, vagy így tovább, most egy kicsit cikkizően mondom. De jelezni szeretném, hogy itt nincs, nem lehet engedmény. Igen, csak Krisztus. Máriát is azért szeretjük, mert hit Krisztusban, és rajta keresztül érkezett meg az ige testélet ebben a világban. A szentekre is azért figyelünk, mert őtőlük megtanuljuk, hogy hogyan kell figyelni Krisztusra. Nincs önálló helyi értékük, meggyőződésünk szerint, a keresztény biblikus gondolkodásban. Van tanító funkciójuk, példafunkciójuk, igen, Mária is. Legyen nekem a te szavad szerint. De ez az engedelmes keresztjének a szava is. Itt lévőké is, enyém is lehet, ha éppen megértjük az Isten üzenetét. És a hit mellé nem kell oda más. Erről külön fogok az utolsó kockánál beszélni. Itt most kérem nézzék el nekem, hogy csak jelzem, hogy igen, van olyan gondolat, olyan kegyesség, ahol oda teszik, hogy hit és jó cselekedetek kellenek az üdvösséghez. Luther szerint csak hit kell. Megdöbbentő. De hogy miért mondja ezt, arra még majd visszatérünk. És itt van a Szentírás kérdése. Luther egyértelműen tanúságot tesz arról, hogy az egész Szentírásnak, a Szentírás bibliai, ahogy mi protestánsok, evangélikusok is használjuk, hiszen nálunk nem minden olyan könyv van a nyomtatott Szentírásban, amit például a római katolikus testvéreink olvasnak. Tehát a 66 bibliai könyvben, de az összes többiben is természetesen, egyetlen egy középpont van, Jézus Krisztus. És ezért mondja Luther, hogy az egész Szentírást is csak így érthetem meg, hogy Krisztusról tanúskodik. És ha egy ige hirdetés, vagy egy tanúságtétel nem jut el a Krisztus prédikációig, az olyan, hogy mint a feladott levél, amelyik nem jó érkezik meg, vagy nem jól címezték meg, vagy nem jó feladót írtak rá. Luthernek van egy döbbenetes mondata, biztos vagyok abban, hogy az itt lévő evangélikus testvérek számára is, vagy valószínűleg tartom, újdonságot jelenthet. Az egyik így hangzik, rotterdami Erasmusszal vitatkozik Luther 1525-ben, és a Szolgai akaratról írott könyvében ezt írja rotterdami Erasmusnak: vedd ki Krisztust a Szentírásból, mit akarsz még benne megtalálni? És a másik mondat, apostoli tanítás az, ami Krisztust hirdeti. És itt jön a gondolkodtató mellébevágó mondat, nem apostoli tanítás az, amelyik Krisztusról nem egy szót, még ha Szent Péter vagy Szent Pál tanítaná is, ellenben mindaz, ami Krisztust hirdeti, apostoli tanítás, még ha Júdás, Annás, Pilátus vagy Heródos szájából származna is.
ezt Lutheren kívül senki nem tanítja. Solus Christus. A Szentírásban, a megigazulásban, a hitben, a napi kegyességben, az üdvösség reménységében. És itt felolvasok egy szakaszt, amit ide kiírtam, kicsit halványan is látszik, nehogy esetleg rejtve maradjon. Ez idézet egy 1999, nem tévedés az évszám, 1999. október 31-én aláírt nyilatkozatból, amit Augsburgban, az Anna templomban írt alá a Vatikáni Egységtitkárság vezetője, a bíboros, és a Luteránus Világszövetségnek az akkori elnöke. És tessék figyelni a szöveget, római katolikus, pápai kúria és Luteránus Világszövetség közös nyilatkozata. Közösen valljuk, hogy üdvössége tekintetében az ember teljesen Isten megmentő kegyelmére szorul, szabadsága az emberekkel és a világ dolgaival, nem pedig az üdvösségével kapcsolatban van. Ez azt jelenti, hogy bűnösként Isten ítélete alatt áll, és magától képtelen arra, hogy Istenhez forduljon, szabadulást keresve, Istennél megigazulását kiérdemelje, vagy üdvösségét saját erejéből elérje. A megigazulás egyedül Isten kegyelméből történik. Most már talán értjük az előbb idézett római katolikus professzorokat is. A másik ilyen egészen sajátos luteri súlypont, teológiai felismerés, ami idegen szóval így hangzik, teológia crucis, a kereszt teológiája. Ez Luther teológiájának, a luteri tanításnak, a luteri reformációnak a szíve közepe. Ez a kép, ami itt látható, a Wittenbergi városi templom szárnyas oltárának a predelláján van, ugye, aki maga elé képzel egy szárnyas oltárt, vannak hajtogatható lapjai, de rendszerint az oltár asztal fölött van egy keskenyebb, szélesebb, alacsonyabb, de szélesebb kép, ez a predella. Lukács Cranach a Wittenbergi városi templom predellájára, oltárának predellájára festette a prédikáló Lutert. Jobbra Luther a szószéken, balra a tisztességre méltó és dicséretre méltó Wittenbergi egyház népe, azok között Bóra Katalin, Luther felesége, elől játszadozik, vagy félig játszik Luther Jánoska, vagyis ott van Luther családja, ott van többek között Lukács Cranach a nagy szakállal, és még mások is felismerhetően az akkori polgárok számára. De a lényeg az, hogy Luther kire mutat. A kép közepében nem a prédikátor, nem a gyülekezet, hanem a megfeszített Krisztus van. Ez Luther teológiájának a lényege. Aki a kereszt titkát nem akarja, nem tudja, nem meri megérteni, akinek ezt Isten nem tárta fel, az valójában nincs igazán tisztában az Isten művével, az Isten jóságával, az Isten hatalmával. Vagyis Luther szerint mindaddig, amíg a kereszt lényegét, hogy Krisztus meghalt a bűnösökért és feltámadt megigazulásunkra, nem érti meg az ember, addig Isten rejtőzködik. Van két teológiai fogalom, Deus absconditus és Deus revelatus. Amíg a kereszten nem ismerem fel Isten szeretetét, addig ő elrejtett. Absconditus, elrejti magát a történelemben, a tragédiákban, az egyéni sorsunk nyomorúságaiban, az éppen kitörő tűzvészekben, az éppen telelévő rákos osztályokkal a kórházban, el van rejtve, senki nem ismerheti fel igazán, a saját sorsában sem. Mindaddig, amíg Krisztusban nem érti meg. És amikor Krisztusban feltárul, akkor az absconditusból revelatus,
kinyilatkoztató lesz, érthető, megismerhető. Sokáig töprengtem azon, hogy erről a kérdésről, az oltári szentségről beszéljek-e, de mivel a luteri teológia súlypontjairól, reformáció súlypontjairól van szó, és ez egy éppen olyan kérdés, ahol Luther kétfrontos harcot vív, mind a római katolikus, mind a kálvini, cvingliánus, kálvini tanításától eltérően tanít. Megint természetesen a wittenbergi oltár középső képe, az úrvacsora, vagy az oltári szentség ünneplése, Jézus Krisztus és tanítványai vannak körülötte. Azt csak érdekességként mondom, hogy Luther is itt van, és éppen töltögeti a bort, mint György lovag az ott lévők, asztalnál lévők kelyhébe. Mi az, amit Luther állít? Hogy itt egyedül Jézus Krisztus szava a döntő. És ő mit mond? Ez az én testem, ez az én vérem. Bocsánatot kérek azoktól, akiket esetleg a kritikai megjegyzés bántana, nincs bennem ilyen szándék, de a tárgyilagosság vagy a cél érdekében el kell mondanom. A római katolikus tanítás szerint ahhoz, hogy ez valóság legyen, hogy az oltári szentségben ott legyen Krisztus teste és vére, ahhoz kell a papi hivatal. Mert a papi hivatal ezzel az egyetlen páratlan hatalommal is fel van ruházva, hogy az átváltoztatás az ő szolgálata mentén, nem mondom, hogy által, de mentén megtörténjen. Nem csak Jézus szava, a papi hivatal. A református tanítás pedig azt mondja, hogy ez nem Jézus Krisztus valóságos teste és vére, hanem akik hisznek ebben, azok számára jelenti ez Jézus testét és vérét. Aki nem hiszi, annak nem más, csak kenyér és bor, ostya és bor. Luther azt mondja, nem. Ez hívőnek és hitetlennek Krisztus teste és vére. Ha hiszed, ha nem hiszed, az. Ezért mondja a korintusiaknak, hogy vigyázzatok, korintusiak, hogyan éltek az úrvacsora szentségével. És ezért kell magunk számára is komolyan venni. Vagyis Luther ezen a ponton megint mit tesz? Jézus Krisztus szavára hagyatkozik. És azt mondja nagyon egyszerűen ott a végén, hogyha én ezt nem tudom megérteni, hogyan történik, mert nem tudom megérteni. Ráhagyom magam Jézus Krisztusra, nem keresek filozófiai segítséget, vagy egyéb más megoldást, mert a Szentlélek több, mint Arisztotelész. Csak Krisztus szava a döntő. A másik ilyen nagyon lényeges dolog, amit így nevezünk, hogy a megkülönböztetés. Luther arról beszél, hogy a Szentírás Isten szava. De a Szentírásban kettőféleképpen szól hozzánk az Isten. Törvénye és evangélium által. A törvény követel, és azt mondja, hogy tedd ezt, mert ha nem teszed, jaj neked. Az evangélium azt mondja, higgy Krisztusban, aki érted megfeszítetett, feltámadt, akkor van számodra is bűnbocsánat. Természetesen megint Lukács Cranach kép, bal oldalt a halál, ítélet, kárhozat képével, Ádám és Éva ott a háttérben, az eredendő, az ősbűn szerzői, hogy így mondjam, akiknek lehet felelősségét a vállukra helyezni, de a felelős én sem vagyok kevésbé, és senki nem kevésbé felelős, mint ők. Az örökséggel éppen úgy bánunk, mint ahogy ők azt megszerezték. Jobb oldalt pedig, bár homályos a kép, a legyőzött sátán, sárkány, itt a fehér, az az Isten báránya, aki hordozza a világ bűnét, és ott van keresztelő János, mellette a mezítelenül álló Ádám, és hallja keresztelő Jánostól, íme az Isten báránya, aki elveszi és hordozza a világ bűnét. És Luther azt mondja, hogy Isten kétféleképpen beszél. És nagyon fontos az, amit mond, hogy az emberi gondolkodás keresi azt, amit szerethet. Az ember azt szereti, amit szeretetre méltónak talál.
ezzel szemben Isten nem keresi, hanem megteremti a szeretetre méltót. Vagyis nem az a kérdés, hogy én éppen most olyannak tudom-e magamat, hogy még az Isten is elfogadhat, mert ezt vagy azt tettem, így vagy úgy imádkoztam, ilyen vagy amolyan alapítványt hoztam réte, stb. Egyetlen egy kérdés van, egyetlen egy vizsgakérdés van. Hiszel-e Jézus Krisztusban? Az-e ő, akinek magát mondja a te számodra is? Óhatatlan, hogy egy ilyen körben is, mondjuk egy nyilvános környezetben is, a környezet tényleg elviseli talán a kifejezést, azt mondom, hogy világi környezetben is, óhatatlanul kell ilyenről beszélnünk, mert annyiféle téves tanítás kering itt-ott a levegőben, a felhőben nem csak a receptjeink vannak már fönt, hanem ezer más hamiskodó és félrevezető dolog, ezért kell újra és újra, aki jó örökösként bánik a rábízottakkal, tanúskodni erről. Hogy ez ilyen szent vallásos dolog? Hát nem kevésbé, vagy nem jobban, mint maga az Isten. Akinek Isten nem kérdés, annak olyan mellékes, lepöckölhető. Aki már átéli, hogy Isten kérdés van ott a szívében, és nem felejtett el, hogy az Isten kérdés a legfontosabb kérdés minden ember számára, még ha föl se teszi, akkor is. Annak viszont segíthet. Igen, törvény, jaj neked, ha nem teszed, evangélium, higgy Jézus Krisztusban, és tiéd a bűnbocsárat és az üdvösség. Itt néhány példát szeretnék felhozni arra, hogy mi következik ebből. Kérem, hogy ránézek az órára, bocsássák meg, hogy itt bizonyos dolgokra csak utalni fogok, vagy jelzem, hogy mi van oda fölírva. Ez a bizonyos két birodalomról, vagy kétféle kormányzásról szóló tanítás jellegzetesen luteri. Luther azt mondja, hogy a mindenható Isten mindent az uralma alatt tart. De nem egyformán kormányozza világi dolgokat, és a lelki dolgokat. A világi dolgokat a törvény által, a rendet, büntetés követelő törvény által, beletartozik a kressz, és beletartozik a munkahelyi fegyelem, és beletartozik a rögtönítélő bíróság, és beletartozik mindenki más is. Vagyis, aki tudja, hogy Isten áll mindenek felett, az tudja, hogy a függelmi kapcsolatok, azok valójában, ha jól gyakorolják, Isten eszközei. Legyen az egy manapság sokszor meg nem becsült tanárhivatása, legyen az egy munkahelyi főnöké, de nem is folytatom. Az evangélium pedig az egyház kormányzatára való. Nevezetesen azok között érvényes, akik felismerték Jézus Krisztusban a bűnbocsánat ajándékát. És ezt a kettőt nem lehet összekeverni. Az állam ne szóljon bele az egyház ügyeibe, és az egyház ne akarjon kormányozni a világban. Nagyon praktikusan, egyszerűen ezt jelenti. Mindenki a maga dolgát tegye jól és helyesen. És ha egy kormányzat nem mondja magát keresztjének, sőt, ő akkor is az Isten eszköze kellene, hogy legyen, csak legfeljebb megtagadja a hivatását. Most nem mondok magyar politikából neveket, de tudnék mind a kettőre. Akkor is Isten eszköze lenne Isten szándéka szerint, ha Istent lerángatta már a trónjáról. Őt Isten azért tette oda, hogy a népéről, a magyar nemzetről, a gyerekről, a felnőttről, az egészségesről, a betegről jól gondoskodjék, és nem azért, hogy őt szidalmazza. Nagyon fontos kérdés az, hogy mi következik ebből. És itt most mégis, bár az elején azt mondtam, politikai összefüggéseket nem fogok emlegetni, de mégis kell ebben a szegmensben néhány szót szólni róla. Az elmúlt évtizedekben nálunk nagy kérdés volt, hogy hogyan, mi módon
dolgozzuk fel a mögöttünk hagyott évtizedeket. Helyese, hogy számon kérjük, megvizsgáljuk, esetleg pozíciójukból felmentsük azokat, akik elköteleződtek a korábbi időszakban, és nem csak elköteleződtek, hanem nem voltak tiszta kezűek, visszaértek a hatalmukkal, stb. Az általános vélekedés sokszor ez volt, hogy ugyan kérem, nem kell erről beszélni, felejtsük el, hiszen van bűnbocsánat. A lutheri teológia másképp beszél erről. Luther azt mondja, és hogy mit mond a lutheri teológia, az egy megtörtént esetet fogok felidézni. Erre utal ez a, bocsánat, erre utal itt ez a Werner Euler példája. Werner Euler a 20. század egyik legnagyobb lutheránus teológusa volt. Ő írja le a következő esetet, éppen azért, hogy a törvény és evangélium megkülönböztetését és gyakorlatát feltárja. Arról van szó a történet szerint, valóban megtörtént esetet ír le, hogy a második világháború után az amerikai, elsősorban amerikai források hihetetlen mértékben támogatták az ellenséges országokat, a legyőzött országokat. Az más kérdés, hogy Magyarország ebből nem jutott, de ez megint tényleg más kérdés. És az is tény, hogy az amerikai hatóságok semmilyen világi hatóságban nem bíztak Németországban. Semmilyenben. Egyedül az egyházakban. Ezért lettek a második világháború után a segély szétosztó bázisok, az illetékes plébániák és lelkész hivatalok. És egy nyugaton lévő, nem csak a régi Nyugat-Németországban, hanem a Rajnához elég közel fekvő kisvárosban, az evangélikus gyülekezet papja nem tudott ellenállni a kísértésnek, és ha jöttek sorban az emberek, ez nem élet példája, és én mondom, hogy kiosztott 9-et és 10-et betett a kamrájába, 10-et a kamrájába. Vagyis a saját zsebére vette el a köznek adott segítséget. És ez kiderült. Lebukott az illető. Mi a teendő? Hiszen ez a pap odaállt a gyülekezet elé vasárnap, és azt mondta, kedves testvéreim, bocsánatot kérek, én ilyen gonoszságot követtem el, Isten és ti ellenetek. Bocsánatot kérek tőletek, többet ilyen nem fog előfordulni. Mit mond a lutheri teológia? Meg van bocsátva, de a kezedre ezt többé nem viszük. Mert azért büntetés jár, amit tettél. Nem vetünk börtönbe, nem áhányunk kardérre, de a bizalmat ebben az ügyben megvonjuk tőled. Ez a helyes magatartás. Nem mismásolni, nem elkenni. Van bűnbocsánat, nem kell elítélni, de vigyázni kell, hogy kiben bízhatunk, kire bízhatjuk a közösséget. És egy biblikus példát hadd mondjak, hogy igen, a törvény és az evangélium igazsága. Mindenki ismeri, aki nem templomba járó, az is ismeri a nagypénteki történetből a Jézustól jobbra megfeszített latornak a történetét. Tudjuk jól, hogy mellette két lázadó zélótát, valóban orgyilkosokat, gyilkos bűnösöket keresztre feszítettek, ezért mondja már előre a Zsoltár, hogy bűnösök közé számláltatott. A tőle balra lévő szidalmazza, káromolja Jézust, a jobbra lévő pedig azt mondja, hogy emlékezzél meg Jézus rólam, amikor eljössz a te királyságodban. Vagyis belátta és megbánta a bűnét. És mit mond Jézus? Azt mondja, hogy ma velem leszel a paradicsomban. De nem mondja azt, hogy római zsoldosok, gyorsan kapjátok le a keresztről, mert megbánta a bűnét. Mert Jézus azt mondta, te a törvény szerint halálra méltó orgyilkos gazember vagy. Méltán szenveded a halált. Te is tudod. Ő maga is mondja. De mivel beláttad, felismerted, megbántad, hozzáfordultál segítségül,
velem leszel a paradicsomban. Törvény és evangélium, ítélet és megbocsátás a lutheri teológia üzenete szerint. És ez az a bizonyos kép, amit ígértem, hogy utoljára bizonyos dolgokat szóba hozok. Hangsúlyoztam a szólusoknál, hogy a szólusz az kizárólagosságot jelent. Csak egyedül, kizárólag. Egyedül hit által üdvözül az ember. Itt kétségtelen, hogy római katolikus testvéreinkkel vitában állunk, bár ma már közel sem annyira, lásd a közös nyilatkozatot, mint Luther korában annak idején, de azért még mindig, bizonyos fokig, hogy hit és jó cselekedet kell az üdvösségre, vagy az üdvösségre jutásra. És mivel lutherék erről nem beszéltek, és az ágostai hitvallásban, az evangélikus egyház alapalkotmányában mondjuk így szó sincsen erről, sőt, az fontos üzenet, hogy nem a cselekedetek árán vagy által üdvözül az ember, meg orroltak a luterárusokra, enyhén szólva kritizálták őket, sőt, mondjuk így átkot pontak a fejükre, hogy tiltják a jó cselekedetet. Hogy tilos nekik, nem kell nekik jó cselekedni. Állandóan papolnak, higgyél, 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 aztán mit csinálsz, azzal meg letörődj. És ezért lutheréknek ezt tisztázni kellett. Az ágostai hitvallásban, amit egyébként nem Luther, hanem Melanchthon Fülöp fogalmazott meg, hangsúly esik arra, hogy nem tiltjuk a jó cselekedetet. Szó sincs erről. Csak azt a és jó cselekedetet vesszük el, mert, és most jön a lényeg, amit hitvallás tanít, hogy tulajdonképpen a hit minden jó cselekedet kezdete. Ugyanis a hit, a Krisztus hit nem az, hogy elhiszed, vagy bólintok rá. A Krisztus hit az, hogy értem, bűnösért meghalt Jézus Krisztus, megváltott, megújított, és ebből, mint egy jó almafa csebetéből egészséges gyümölcsök jönnek. Ez nem külön parancs, ez nem külön tanítás. Aki hisz, az kész és alkalmas a jó cselekedetre. Luthernek van egy markáns mondata, és azt mondta, hogy higgy és tégy, amit akarsz. Vagy a hit minden jó cselekedet kezdete. Olvasuk itt az ember előbb. És Luther mondja ennek a szemléltetésére például egy alkalommal, és bocsánat a szóért, hogy kimondom, bár nagyon szeliden fogom fogalmazni, az az édesanya, aki a gyermekének a kakis pelenkáját mossa, és szívében ott van Isten szeretete iránti hála, jobb cselekedetet és szebb Isten tiszteletet cselekszik, mint a lelketlenül imádkozó szerzetes a kolostorban. Ezen áll vagy bukik minden. Hit ből magától értődően, magától Istentől, magától a Szentlélektől tanítja az evangélikus dogmatika is, születnek a jó cselekedetek, és lesz az ember nem méltó, de jó tanítványa annak a Jézus Krisztusnak, aki megajándékozott minket a váltság, megváltás erejével. A képről nyilván nem sok mindent kell mondani, a nagy fehér orvos Albert Schweitzer két kis bambinóval a kezén, azért tettem ide, sugárzik róla ez a fajta szeretet és jóság. Biztos, hogy nem gondolta Albert Schweitzer azt, hogy uram, én hiszek, de azért még ide fogom a két gyereket is. Ez egy. Hiszek, és természetes, hogy ide fogom őket. Igen, a megigazulás és megszentelődés igazából minden a hiten múlik, és az üdvösséghez csak hit kell, Krisztus hit kell, mert abból születik az új élet, a jó gyümölcsök termése. Bár azt mondtam, hogy ez az utolsó, de azért lesz egy utolsó pluszkép.
bocsánat. Ez a ábra 1546. február 18-án készített Luther halotti maszkról való fénykép. Amikor Luther meghalt, akkor körülötte lévők elkészítették akkori szokás szerint a halotti maszkját. Így nézett ki Luther a halotti ágyon. Nem volt egy atletikus termet, kicsit elhízásnak indult, elég alacsony személyiség volt, bármit is gondoljanak róla. Egyet viszont lehet látni, hogy az ujjait hogy deformálta a köszvény. Egyébként Luther 40 éves kora után soha nem volt egészséges. Vesetőkőtől elkezdve ezernyi bajjal kínlódott, többek között köszvénnyel is, sok nyomorúságon ment át. És ez a Luther lelkileg, mondhatjuk így, talán mindenkinek továbbadhatom ezt a kvázi lelki végrendeletet, egy cédulát hagyott az íróasztalán, amit halála előtt két nappal, három nappal írt, de amit csak halála után találtak meg a munkatársai. És ott Luther arról beszél, hogy nem ismerheti meg, talán jobb is, hogyha őt magát szó szerint idézem, nem csak tartalmilag mondom, ha megtalálom. Igen, mondja Luther, Vergilius pásztordalait senki sem értheti meg, aki nem volt 5 évig pásztor. Parazdalait sem értheti meg, aki nem volt 5 évig földműves. Cicero leveleit sem értheti meg egészen, aki nem tevékenykedett 25 évig fontos álomügyekben. És most jön a lényeg. Senki ne gondolja, hogy eléggé megízlelte a Szentírást, ha csak nem kormányozta a gyülekezeteket 100 évig a prófétákkal, mint Illés és Elezeus, Keresztelő Jánossal, Krisztussal és az apostolokkal. Ne merészkedj magad erre az utazásra, inkább áhítattal lépj az ő nyomukba. Wilson Butler hoc est verum. Zárja le a gondolatait. Koldusok vagyunk, ez az igazság. Mert akár büszke luteránusok, beképzelt evangélikusok, vagy bármilyenek vagyunk is, egyben közösek vagyunk. Wir sind Bettler hoc est verum. Isten kegyelmének koldusai. És amíg ezt nem értjük, bármilyen teológiai iskolában nevelkedtünk is, koldusok is maradunk. Mert aki a kegyelem koldusa, az meggazdagított koldus. Mert neki is szól, velem leszel a paradicsomban. Mérlegre tettük a lutheri teológiát vázlatosan, nagy léptekben, 7 mérföldes csizmákban, nagyokat ugorva, de talán némelyek számára egyfajta ismétlő óra volt, mások számára kíváncsiságot ébresztő új információ, megint mások számára elgondolkodtató néhány mondat és kép. Én bízom abban, hogy mindannyiunk számára azért nem volt elvesztegetett ez az óra, és megértettünk valamit, hogy miért is mondják ezek a luteránusok, hogy ők Isten eszközei a mai világban és a mai ökumenében. Köszönöm a figyelmet!